Zsigó Róbert, Bajaváros polgármestere, országgyűlési képviselője, Fidesz szóvivői minőségében többször és több témában is bírálta Bajnai Gordont. Sajtótájékoztatókon foglalkozott a Bajnai család üzleti tevékenységeivel, a nyár folyamán számos kritikával illette a volt miniszterelnököt. Hát úgy láttam, hogy a Fidesz mostanában úgy küzd a munkanélküliség ellen, hogy új és új szóvivőket vesz föl most éppen. Zsigó Róbert az egyike azoknak az új szóvivőknek, akik minden nap telekürtölik a médiát az én személyemmel kapcsolatos hazugállításokkal. Indítottam is egy polgári pert annak tisztázására, hogy hazudott szóvivői minőségében az én múltammal kapcsolatban nem először teszi ezt a Fidesz. Kicsit olyan érzésem van, mintha egy beszélőgépbe táplálnák be újra és újra ugyanazokat az információkat. Ez, ha jól tudom, a Hajdú Béttel kapcsolatos. Igen, ezzel kapcsolatban nyitottam a pert. Ez egy olyan lejárató kampány, amit évek óta mindig akkor vesznek elő, hogyha tőlem elkezdenek félni tartani. Most is elővették, 3 év kormányzás után eszükbe jutott ez az ügy, mert én föltűntem, és hát ehhez használják többek között Zsigó Róbertet is, mint egyfajta papagájkommandót, hogy ismételgesse hazugságokat. A bíróság minden egyes esetben nekem adott eddig igazat, mindig bebizonyosodott, hogy hazugnak, most is be fog bizonyosodni. Ez egy hosszú, akár évekig eltartó bírósági folyamat, de mindig meg fogom keresni az igazat ezekben az ügyekben. Zsigó Róbert nyilatkozott akkor is, amikor április végén egy lakossági fórum kapcsán is Baján járt, akkor erőszakosnak, széthúzónak ítélte meg a magatartását. Hát én nem tudom, én úgy látom, hogy Zsigó Róbert az, aki minden nap valami uszító, gyűlöletkeltő nyilatkozatot tesz ellenem, mint hogyha úgy tűnik ez az új hivatása, és nem az, hogy Baja ügyeivel foglalkozzon, pedig hát egy polgármesternek ez lenne elsősorban a dolga. Bár azt úgy látom, hogy például a trafikpályázatban eléggé aktív lehetett ő is, hiszen sok ismerőse, jó ismerőse kapott a hírek szerint itt Baján lehetőséget, hogy a bajaiaknak drágábban áruljon dohányt. Szóval ez rendben van. Meddig mehet el így a jobb oldal? Mi lesz az ön következő lépése? Nézze, az én válaszom erre az, hogy váltsuk le a Fideszt. Váltsuk le a Fidesz kormányt, és váltsuk le azokat a polgármestereket, akik nem a város érdekében dolgoznak. Az történik itt kicsiben helyben, ami országosan egy szűk csoport a saját érdekeinek megfelelően megpróbálja az ország javait megszerezni, kisajátítani, és közben az ország meg ebbe belerokkan. Ezen változtatnunk kell. 2014-ben én ezért tértem vissza a politikába, a nyugodt és kényelmes civil életből. Zsigó Róbert a Bajai Városi Kórház kapcsán is tulajdonképpen az ön munkásságát bírálta felül, azáltal, hogy a pályázat elvileg önök miatt, a baloldal miatt nem valósulhatott meg, nem érkezett rá elég pénz. Teljes félreértés van. 2010-ben miniszterelnökként jártam itt az akkori polgármesterrel bejelenteni, hogy Baja megkapta a pénzt a kórház felújításra. Ők adták be a pályázatot, ő neki kellett tudni, hogy milyen feltételekkel, akkor is a Fidesz kormányozta Baját, tehát ez az ő dolguk és felelősségük. 2013-ban, 2010 elején jelentettük be, hogy készen áll, lehet kezdeni a beruházást, sehol nem tart a projekt. Ez nyilvánvalóan azoknak a felelőssége, akik pályáznak a Fidesz vezette bajai városi vezetésé. De általában így van ezekkel a pályázatokkal. Én fejlesztésekért felelős kormánybiztosként is mindent megtettem a törvényes keretek között azért, hogy Bajára minél több fejlődés, Európai Uniós támogatás jusson. Nézzem meg a belváros megújítását, vagy a várost elkerülő utat, amit itt jelentettünk be még a polgármesteri hivatalban annak idején, amely akkor elkészült. De hát nyert Baja nagyon sok minden másra, bajai vállalkozások tömegével jutottak pénzhez. Nyertek a partfalra is, azt se csinálták meg, nem tudom miért. Úgyhogy azt hiszem, hogy mi mindent megtettünk, mi addig mehettünk el, hogy a pénzt ideadjuk. Onnantól pedig a mindenkori városvezetés dolga, hogy jól pályázzon, és aztán a pályázatot képes legyen végrehajtani. Biztos vagyok benne, hogy Bajának nagyon hiányzik egy sokkal korszerűbb és megújultabb kórház. Hiányzik, hogy ne csúszson meg a partfal, és általában hiányzik, hogy éljen azokkal a lehetőségekkel, majd Baja élhetne, hogyha jól vezetnék a várost. Érthetjük ezt úgy is, hogyha önök kerülnek kormányra, kormányváltás lesz, akkor vigyázó szemei Bajára figyelnek majd? Nézd, ezt nem tagadhatom, hogy én nekem nagyon erős a kötődésem ez a város, ezt mindenki tudja, minden nyáron itt töltök egy hetet, rendszeresen járok haza a barátaimhoz. Az ember nem keverheti össze az országos feladatát a helyi vonzalmaival, azért az, ami felcsúton történik,
hogy egy 3500 fő stadiont építenek egy 2000-nél kevesebb lélekszámú faluban, az szerintem egy rossz példája annak, hogy az emberek hogyan visszanyúlnak a szülőhelyükhöz. Én nagyon szeretem ezt a várost, és minden olyan koncepciót, ami ezt a várost előre viszi, fejleszti, gyarapítja, azt támogattam a múltban is, nagyon sok eredménye látszik ennek a területen, és nagyon sok olyan lehetőség van, amit ebben a városban lehetne még támogatni, hogyha jó elképzelésekkel jönnének. Szerettük volna az üggyel kapcsolatban Zsigó Róbertet is megkérdezni. A polgármesteri hivatal által üzemeltetett hivatalos sajtó oldalon ez alkalommal is elküldtük az interjú kérelmünket, azonban erre, csak úgy, mint november óta a többire, semmilyen válasz sem érkezett.